Sziasztok, én Zsomac, köszöntök mindenkit egy újabb videóban, és a mai napon elhoztam nektek egy RoboRumble-os videót, ugyanis nagyon-nagyon szeretitek a korábbi RoboRumble-os videóimat. Az utolsó videómban egy ilyen kerékkel pörgettem, és most is egy kicsit a szerencsére fogjuk rábízni azt, hogy milyen karakterrel fogok játszani, viszont ezen esetben az iPad-emen a Siri-t fogom megkérdezni azzal kapcsolatban, hogy milyen a karaktert hozzak. És hát ezt nem lehet megkérdezni, hogy hey Siri, milyen karaktert játszok Brawl Stars-ban, hanem ezt úgy fogom megcsinálni, hogy 27 darab brawler van a játékban, és arra fogom kérni igazából Siri-t, hogy mondjon egy random számot 1 és 27 között, és azt a brawlert fogom játszani, ami azzal a számmal egyenlő, bár lehet meg kéne kérdezem Siri-től, hogy melyik brawlert játszam. Hey Siri, in Brawl Stars, which brawler should I use for RoboRumble? Hát ez nem jött össze. Ez nem jött össze. Hey Siri, do you know the game Brawl Stars? Nem ezt akartam. Hey Siri, which one is your favorite brawler? I found this on the web. Jó, szóval ez nem működik. Szóval, mint látjátok, ez nem működik. Úgyhogy RoboRumble-ezni fogunk. 10-es tiketekkel igazából, most már csak 60 tiketem van. És akkor megkérdezzük tőle, hogy melyik számú brawler lesz. Ugye többféleképpen lehet rendezni a brawlereket, szóval többféleképpen fogom rendezni is őket, hogy izgalmasabb legyen. Úgyhogy nézzük. Hey Siri, say a number between 1 and 27. The answer is 8. 8. Nem tudom mennyire látjátok, de mondta, hogy a válasz 8. Úgyhogy a 8. brawlerre fogok most játszani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bo. Oké, és hát akkor nyomjuk a RoboRumble-t, volt Defenders nevezetű pálya, 10 tikettel, és RoboRumble. Ezt fogjuk nyomni, szerintem egy ilyen 4-5 meccset minimum fogunk játszani, szóval azért lesz egy kis videó. Valami ötletetek van egyébként még, hogy hogyan játszhatnék RoboRumble-t, azt nyugodtan osszátok meg velem kommentekben, mert én szeretem a RoboRumble-t játszani, viszont így szerintem sokkal izgalmasabb, meg így van tétje a dolognak tényleg. De egyébként, hogy szeretnétek, akkor csináltok még egy ilyen kerekes variánst, mert azt azért elég szépen szeretnétek. Bo egyébként nem a legjobb RoboRumble-e. Vannak ilyen tierlistek RoboRumble-e, ezt ugye azon a starlist.pro nevű oldalon meg is találhatjátok, amiről csináltam nem olyan rég videót, úgyhogy azt az oldalt mindenféleképpen érdemes egyébként lecsekkolni. Imádom egyébként, amikor mind a hárman rámegyünk egy darab robóra, egy darab robotra, és addig a túloldalra jön egy másik, ami 10%-ot ledamage-el a szépünkből. Szóval egy kicsit jobban össze kéne játszani. Ez nem mindig sikerül. Hát Bo nem annyira rossz karakter, de nem a legjobb, nem erre a játékmódra való. Ó, és jön a boss. Á, és már két robot is lövi a... Ne, arra ne rombolj, erre gyere haver. Erre. Nice. És itt most már ugye lilák a robotok. Itt leszünk bajban, mert nem sebzek túl sokat, de van, hát ilyen területi sebzés lehet kihozni belőle, bár nem a legegyszerűbb. Itt láthatjátok. Ebből most Bull az egyébként jó, ők jók, én meg csak itt randomkodok Bóval, azt kell mondjam, remélhetőleg legalább sok tiketet fogunk kapni. Ilyen 5 perc körül végzünk egyébként már jó, szerintem legalábbis számomra. Egyébként a többi alkalommal már nem kell mondani Siri-nek, hogy mondja, hanem csak újra lejátszom ezt a parancsot igazából, aztán lesz, ami lesz. Ami nem sem lesz keveset, Bo, csak nem erre a játékmódra jó. Tehát ugye egyben jó nagyon, meg én szeretem Bo-t, mint karakter, de nem RoboRumble-ről lesz kitalálva. Jó, már így canceleltük. Mit? El Primo, haló, itt van a robot, nézd, nem szeretnél segíteni? Aj, nagyon jó, ezeket a falakat leromboljon. Ez a legrosszabb, ami történhet egyébként konkrétan ilyenkor. Talán, hogy most a szépünket lövi majdnem, hogy. Vagy ez a törlet, az kell, az ott heal-el minket. Ezerrel, én meg belesételtem a rakétákba, gratulálok, Zsombor. Nice. Hát ez egy fölösleges ulti volt, mert kivégezték a csapattársaim. De az ilyenkor a legrosszabb egyébként, amikor egy csomó fal volt itt, és ez mind le lehet rombolva, és most már pirosak a robotok. És az ultim, hát mondjuk ez 2000-eket sebez bombánként, ez nem olyan rossz. Így, na itt van a baj, itt a baj.
Na itt a baj, ilyenkor mit csinálunk, srácok? El Primo, mi lenne, ha tankolná is egy kicsit, és akkor nem a szépet lőni a... Ez baj! Nem baj, 5 perc. Nem baj, én mosoltam meg először, srácok, én mosoltam meg először. És az El Primo miért arra ultizik? 5 perc legyen meg, léci. Jó, ez várható volt, 5 perc megvan. Tökéletes, 5 perc. És királyság, 5 perc, 1 másodperc, az királyság az túlság, nézzük csak mennyi mindent kapunk, 270 token. Az nem rossz, nem rossz, mert ugye csak 10 ticketet használtunk el. Majd a videó végén kinyitom a cseszteket, szóval ha az érdekel titeket, akkor azt várjátok meg a videó végét mindenféleképpen. Na de nézzük csak akkor, hogy most Siri mit mond számunkra, hogy most mit csináljunk. 14, azt mondja. Siri, hogy 14, most átállítom most trophies-re, tehát a legtöbb trofi. 3, 6, 9, 12, 14, Carl. Jó, Rode és Carl-ba szívhet, úgyhogy nyomassuk akkor Carl-al, ha már Siri ennyire ezt szerette volna. Mármint ezt az esélyt szerette volna, de jól értitek. Carl-al egyébként jól lehet taktikázni, Jesse sem rossz, Pam pedig mindig kell, igazából Robo Rumble-be körülbelül ez egy ilyen must have dolog. Carl-al még nem játszottam egyébként. Jó, azért kell, hogy be lehet darálni itten a robotokat, hogyha a falak jól meg vannak hagyva. Csak hát, hogy azért jó falak is kellenek. Jó helyen kell tartózkodni, mert kell, nagyon lehet darálni, mióta ugye visszapattan a falról az atakja. Ez már elég volt így van. Mert ugye a területi támadás sem túlzottan rossz, és akkor itt van most a kis scrapping. És van ugye Star Power-e mi is, és itt a fal, visszabounce-olgatjuk a dobásokat. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat tudunk sebezni. És meg is halt. Nice, nice. Jó, azért nem annyira rossz ez a Carl. Azt kell mondjam. Olyan pedig már pont híreltem volna magat, erre szétszette. És lehet, hogy új töretet. Bár igazából, hogy középen ilyenkor mindig jobban fog kelleni. Jó, ez a Carl egyébként tetszik. Carl egy érdekes karakter. Mindenféleképpen. Tehát, hogy szeretek vele játszani. Új, és ilyenkor lehet darálni. Jesse Carl kombó az jó amúgy. Szerintem nekem tetszik. Kapják nagyon, bár még csak 2 percem mondja meg, szóval itt meg elég easy botok vannak. Hú, az a fal, nagyon jól beállt a falhoz a boss. Szét tudom darálni konkrétan. Jó, ez dead. No. Azt hittem gyorsabban meg fogjuk ölni, de nem sebzett annyit az ultja, mert mondjuk nem 3000, hanem 8000 HP-ja volt. Ne, 25% vagy 15%-ot lement a szépünk élete. Hogy? Hogy történt ez, srácok? Mi történt? Ha bárnak vagy a falhoz, akkor én szétdarálom őket egyébként. Bárki is az. Jó, jó, gyerünk. Valaki nyomjon meg egy heal előtöretet. Pam. Ne, meghalt, szétszett a töretet. 5 perc fölött járunk, na ez már most jó, mint bó. Nice. 5,5 perc. 5,5 perc. Ne! Jesse lőjön egyet, nagyon jó, nagyon jó. 16%. Ne! Ne, 45-nek meg lehetett volna. No, ez nem baj, ez nagyon szép volt, ez elég szép volt, azt kell mondjam. 290, tukán 580 a duplázóval, not bad, azt kell mondjam, 11. Akkor nézzük, hogy Siri most mit mond számunkra, 1 és 27 között, most átrakom List of Freeze-ra, szóval nézzük. 12. 12-t mondott, akkor 3, 6, 9, 12, Daryl, oh god. Oh god. Most nyomok egy 15-öset. Nyomok egy 15-ös Daryl-el. Mondjuk lehet nem Daryl-el, hanem Carl-al kellett volna. Aztán még nem tudtam, hogy Carl az milyen. Most már tudjuk. Piper! Ne! Te hülye vagy. Ember, Piper, really?
Mi lehetett volna egy direkt ilyen epizódot is, hogy a legrosszabb robórembős karakterekkel játszok. Bár ez még lehet másik játékmódban is. Jesus, de keveset sebzek. Jesus, nem tudok Daryl-el játszani. Nem tudom, ti hagyjatok veled, én néha örülnék neki, a csapattársaim segítenének valamit. Úgy őszintén. Ez a Piper, rombold le a saját falainkat, amik jó nekünk. Nice. De ki az Piper? Robórán bőle valaki elője már nekem. Lehet, hogy valami hasonló challenge-ot csinál, mint most én. Nem lehet tudni. Mert ha én vagyok ilyen szar karakter, akkor engem is így néznek valószínűleg. Ne! Kösz, EPID ellenőrzés. Ajaj. Baj van. Hol van a PEM? És meghalt. Nagyon jó. 3 perc járunk és már a szépünk 60% alatt van. Erről nem akarok beszélni, srácok, jó? Tehát, hogy ez ilyen no comment kategória. Szerintem ezt most meghalunk konkrétan. Jó, nem? .342 új personal best. Azt kell mondjam, ezt nem 15 tokennek kellett volna, ezt nem 15 tokennek kellett volna. Jesus. Megbántam. Jó, most attól függően fogunk játszani, mennyi tokennel, hogy mit kapunk ki. Úgyhogy most átállítjuk ezt closest to next rankra. És akkor nézzük, mit mond Siri. 21. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20. Nem, most volt elé. Most volt elé. Nem értünk. 8. 3, 6, róza? Jó, ez jöhet egy 15-ös. Ez jöhet egy 15-ös róza, azt kell mondjam. Rózából mindig jöhet egy 15-ös. Na nézzük csak. Shelly és Bo. Nem a legjobb team. Hol vannak a csapattársaim? Mit csinálnak itt? Karázták? Nem. Barangolnak jobbra balra? Igen, nagyon jó. Róza egy jó rollernek számít egyébként Roborambőben. Nem a legjobb, de jó. Tehát, hogy ezért mertem bevállni a 15-öt. Szóval a másik két csapattársam hol van és mit csinálnak, azt nem tudom. Srácok, mi lenne, ha itt lennétek? Én így megvagyok, de hogy... Ez egy hosszú távon nem lesz jó. Tehát, hogy srácok, mi lenne, ha a széfet védenétek, ha már ez a feladat? Fogyatékosok, már bocsánat, nem szoktam ilyet gyakran mondani, de egyedül játszom ezt a játékmódot konkrétan most. Ez érdekes ez a game eddig, azt kell mondjam. Mindenféleképpen érdekes. Jó, amíg távol tartsuk a safe-től addig jó, mert 3000 HP-ja van a safe-nek. Örünk. Ne, és nem lett meg az 5 perc pont. Elég én nagyon dolgoztam rajta, 4 perc 51. Na, akkor menjünk egy utolsó mérkőzés, srácok. Aztán pedig nyitjuk a dobozokat, mert így összegyűjt azért jó pár, mint láthatjátok. Már 17, már 25, akkor nézzük meg Sirit, hogy ő mit szeretné, mi legyen az utolsó. 14, akkor power level, és akkor 3, 6, 9, 12, 14. Spike! Jó, hát Spike-ra nyomok egy 10-eset, mert már egyrészt nem is tudok más lenni, mert 11-12 van összesen. Hát jó, mondjuk vásárolhatnék, de annyira most már nem éri meg nekem, mert hogy is fogalmazzak. Már maxos lehetne az összes karakter, most már csak goldot gyűjtök, úgyhogy ez mondjuk goldgyűjtésre a robórember az pont elég jó tud lenni. Meg a Star Power-okat kéne most már csak beszereznem.
Battlefieldot még el fog tartani egy darabig. Falcon nem tűnik annyira rossznak egyébként Roborambulban, csak nagyon-nagyon lassan tölt vissza az atakja. És nem sebez keveset, viszont így, hogy lassan tölt be az atakja, az így eléggé hátrányos, azt kell mondjam. Az új Star Power-ja nincsen meg, viszont szerintem Roborambulra ilyen formátumban szerintem jobb is a sima Star Power-ja. Nem kéne véletlenül eldobálgatnom ilyen kokikat. Nézzük meg, mire megyek a Zultimmal. Szépen lelassítottuk. Úristen! Szétszedjük konkrétan. Konkrétan szétdaráltuk. Szegény boss-t. Bár nem baj, ez a Cold Pam Spy combo nem annyira rossz egyelőre, meg a játékosok sem annyira rosszak, mert ugye nem csak a karakter számít nyilván, hanem hogy mennyire játszanak jól vele. Bár igazából az ulti defenzíven is használhatnám, hogyha közel kerülnek hozzám, vagy meghalás közelébe vagyok, hogy ne halljak meg, fejléljek, stb. Szóval jó tud lenni. Csak az a baj, ezeket szarok két lövésből megölnek konkrétan. Ez az. Szétszedjük. Ez jó lesz, srácok. Ez a meccs nagyon jó. Csak már jönnek ezt a kocsok. Szarok. Gyerünk. Hold, menekülj. Nice. Ne. Na, szépet. Hogy itt volt egy robot, azt nem vettem észre, ne! Ne, nem baj, 5-20, 5-20. Meghalunk. Az a két robot lesz szerint. Aj, azt a robotot észrevettem majd, de pont 5-30. Nem rossz, 5-30, és nézzük csak, mennyi tokent kapunk itt 10-2-9. Not bad plusz a duplázóval 5-80. És ezáltal sikerült ebben a videóban összefarmolnunk 20-31-et dobozt, úgyhogy ezeket most gyorsan végigverek. Hát ha lesz egy-két Star Power, meg ugye goldunk igazából. A gold az ami az mindig van, meg egy-két ticket, meg ilyen hasonló dolgok. Star Power-t jó lenne nyitni, mert hát most ide sokkal több Star Power-ről, mint eddig volt. Úgyhogy mennyi goldunk van ezen, és bár 2000-re lehet vásárolni néha-néha a shopban. Ó, ezt nem nyitottam ki. Szóval arra is érdemes odafigyelni. Bár nekem nem nagyon akarja bedobni a Star Power-eket a shopban, és a chatből sem akarja bedobni, szóval ez így szenvedős lesz, azt kell, hogy mondjam. És 31 dobozból egyelőre 0 Star Power. Ez nagyon szomorú. 2540 volt. Nem baj, abban tudunk fejleszteni. Így. Ez a jó. Akkor felfejlesztjük mondjuk, szerintem nézzük meg, mondjuk kinek jó az ujja. Hát, Brock jó lesz. Akkor marad egy kevés goldunk, és akkor még összefarmunk 700-at, és akkor hátra tudunk egy Star Power-t vásárolni a shopból. Na de srácok, ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy élveztétek, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, hasonló tippeket, tanácsokat lehet adni videóval kapcsolatban a komment szekcióban, és akkor találkozunk holnap a következő videóban. Addig is legyetek jók, sziasztok!